Bagyinka Bernadett grafikus művész képeiből nyílt kiállítás az Újpesti Kulturális Központban, Mágikus Afrika címmel. Pasztell és színes ceruza technikával készített képeket, tudományos kutatások és személyes élmények alapján. Stábunknak beszélt arról, hogy Albert Irsáról indulva, hogyan jutott el Afrikáig, és mi inspirálja művészetét. Gyerekkorom óta szerelmes vagyok Afrikába, ez egyfajta világ, egy olyan szellemiséget tükröz vissza számomra, ami rendkívül mód vonzó. Nem tudom igazándiból elmondani, hogy ez miért, honnan keletkezett, miért keletkezett, ez így jött velem együtt, és nagyon szeretek vele dolgozni, ez az, amiben leginkább művészettörténeti részében, illetve hát egy ilyen ezotérikus, egzotikus vonalon, amiben belemélyedtem. Én úgy érzem, hogy nekem ezt kell rajzolnom, ezt kell papírra tennem, és hát ez egyfajta motiváció számomra. A kiállítást Raymond Irambó, a Magyar Afrika Társaság főtitkára nyitotta meg. A Magyar Afrika Társaságnak ez az egyik profilja, hogy az afrikai kultúrát próbálunk valahogyan magyar társadalomban, hát mivel Magyarországon vagyunk, magyar társadalomban ezt ismertetni. Afrika nem csak arról szól, hogy amit a médiában mutatnak, hogy a nyomor, hogy a meleg, hogy ez stb., hanem maga a kontinens egy izzó szellem, egy spirituális, egy egzotikus, egy csodaszép, színes kontinens, ami nincs is oly messze tőlünk, és én igazándiból szeretném még az embereket arra inspirálni, hogy nézzenek ezek mögé, az úgymond hétköznapi hírek mögé. Nekünk fontos volt, hogy itt legyünk és képviselünk az Egyesületet. A kiállítás február 21-ig tekinthető meg az Újpesti Kulturális Központban.